több olyan tanítványom is versenyzett most ezen a versenyen, akiknek életük első versenye volt ez. Ővelük nagyon elégedett voltam, hiszen maximálisan helytálltak. Ez egy ilyen próba verseny volt egy kicsit nem csak nekünk, hanem alapvetően a Diákolimpia történetében. Most először vezettek be egy új szabályt, miszerint az 1-es, 2-es korcsoportosoknak egy kötelező gyakorlatot kellett csinálniuk, és ezt a gyakorlatot minél gyorsabban kellett végrehajtani. A párossal jól sikerült a helyezésünk, a verseny minden jó volt. Egyedül egyéni, ami miatt egy picit csalódott vagyunk, mert edzéseken sokkal jobban teljesítettem. Hát most ez így alakult, hogy aznap pont így sikerült ezt összehoznom. Viszont fél percen ugyanúgy első lettem, 3 percen második, gyakorlattal is második, és így sikerült összetettbe második helyen végeznem.